Ezek a csomagok azokat a nyersanyagokat tartalmazzák, melyekből kosarakat, mézes kalácsot vagy csipkét készítenek a leendő kis csoportok tagjai. A közösségi élet újraindításáért felelős operatív törzs kezdeményezésére országosan 2000 szakkör vagy kis csoport létrehozását és későbbi működtetését kapta feladatául a Nemzeti Kulturális Intézet. Kuti Imrénél Tolna megyei igazgató azt mondja, 6 terület van, amelyben a képzéseket elkívánják indítani. Nemezelés, csipkeverés, mézes kalácskészítés, hímzés, gyöngyfűzés és vesszőfonás. Ez a 6 szakkörből lehetett választani, és Tolna megyéből mindegyik szakkörből választottak, úgyhogy bízunk benne, hogy nagyon sokan meg fogják tanulni ezeket a régi mesterségeket. Tolna megyében 42 településen indulhat meg az oktatás. Bízunk benne, hogy ez folytatás is lesz, tehát most 20 alkalmat kell a amelyik település bevállalta, a 20 alkalmat kell megvalósítani a szakkörből, és utána reméljük, hogy lesz folytatása is, és a közösségek épülni tudnak. A Nemzeti Művelődési Intézet keretein belül zajlott közművelődési szakemberképzésen részt vett hallgatók vezetik majd a szakkörök munkáját. Tolna megye minden településén már dolgozik ilyen végzettségű munkatárs, ebben az évben 49-en szedeztek középfokú közművelődési végzettséget.